Nagyban folynak a munkálatok a város legszebb szegletében található, egykor igen közkedvelt Vigadó épülete körül, ahol a teraszrészt újítják fel. A munkálatok a Szabadkai Község Közi Műemlékvédelmi Intézet felügyelete mellett folynak. Hosszú éveken keresztül folytak a tárgyalások, hogy hogyan és milyen formában kerüljön visszaállításra a Vigadó régi állapota. Nem csak építészeti munkálatokról van szó, hanem fontos tartalmilag is megfelelő tervekkel előállni. Emelte ki Fejsztámer Robert polgármester. És ez az elsődleges munkálat pont azért zajlik csak kívülről, tehát magához az épülethez nem nyúlunk hozzá, hanem a terasz részét rakjuk rendbe, tehát visszaállítjuk a régi állapotába magát a teraszrészt, nagyságában, magasságában, összetételében, hogy elinduljon egy olyan lendület, amire majd a Kulturális Minisztérium rá tud csatlakozni. A beruházást az illetékes tárca támogatta 11 millió dinárral, az önkormányzat pedig 2,5 millió dinárral járult hozzá. Az előkészítési munkálatok várhatóan december végére elkészülnek. Ezt követően pedig a minisztérium támogatásával a Vigadó további felújítása is megtörténne. Ez kulturális és idegenforgalmi szempontból is fontos. Az épület felújítása mellett az illetékesek gondolkodnak a népkert felújításában is, amelynek tervét közösen a lakosokkal szeretnék kidolgozni. Szeretnénk majd elindítani, az első eseményünket tavaszra tervezzük, a népkertnek a revitalizációjával foglalkozni, és ezt úgy szeretnénk megvalósítani, hogy bevonjuk a lakosságot is ebbe a tervezésbe. Erre a célra pedig hamarosan létrejön egy online felület is, ahol informálódhatnak és bekapcsolódhatnak a programba a polgárok.